Íme, itt vagyunk, kérdez felelek videónak eljött tehát az ideje, sziasztok! Jött azért pár kérdés, jött bőven, úgyhogy autentikusan egy kis célzó vizet a kérdések felolvasásához és megválaszolásához fontos bevinni a testbe, egészség, jó hideg, úgyhogy esetleges böfögésekért nem vállalok felelősséget. Na, kezdjük. Tehát az első kérdés vezér ezredestől érkezett. Mi ösztönzött arra, hogy elkezd videózni? Most gyorsan megnézem, de volt hasonló kérdés ehhez, például, hogy mikor kezdtél videózni, de majd kifejtjük. Mi ösztönzött arra? Gyakorlatilag én egy médiás iskolába jártam, médiamoderátort tanultam 2012-től 14-ig, ha nem csalnak az emlékező képességeim, ahol voltak olyan házi feladatok, amikor videókat kellett csinálni, rövid videókat, mit tudom én, télen a hó olvadásáról, és a többi, és a többi. És gyakorlatilag házi feladatként adtam be videókat, akkoriban már nagyban ugye rappelgettem, volt, hogy csináltam egy zenét és annak klippet, és azt adtam be házinak, gyakorlatilag így kezdődött el a videózás, tehát ösztönzés, magyarul az iskola volt lényegében. Utána pedig ugye hát nem titok, hogy maga a vlogolás az Hörbitől indult, tehát talán ilyen 2013 környékén kezdtem el nézni Hörbit, és inspirált, hogy vlogoljak én is, mert elég sok fasságról tudtam akkoriban beszélni, úgyhogy így megindult. Aztán egy-két barátnak, havernak, akkor még voltak barátaim, csináltam külön videókat, mármint úgy vlogokat, hogy nekik szólt, és mikor megcsináltam és beszéltem valamiről, akkor nyilvánvalóan tudta, hogy neki szól. Úgyhogy nagyjából ez. Aztán Tetszel 85 kérdezett nagyon szexi kérdéseket, hogy mennyire szeretem. Nagyon, nagyon. Még jobban, annál is jobban, igen. Szép vagyok-e? Az a kérdés, mármint hogy Tetszel. Igen, nagyon szép vagy. Szexi is, igen. A segged is, hát tetszik-e a segged? Akkor nagyon tetszett, mikor kacsalógott ki belőle. Akkor kifejezetten jó volt. Tetszik az iPhone? Ha hiszitek, hanem én nem vagyok egy nagy telefonbuzi, szóval lényegében tetszik, de én telefon és telefon között nem teszek különbséget. Működjön a Facebook, tudjak rajta Twitch-et, YouTube-ot nézni, föl lehessen hívni, és tudjak én is hívni pizzákat, pizzafutárokat. Ennyi. Másra nekem nem kell telefon, nem használom másra. Én filmet nem nézek rajta, én nem játszok telefonon, azért van laptopom, hogy ott játszak, meg filmet nézek, szóval a telefon nekem egy minimális, nem az életem része, úgymond, hát jó, valamennyire modern technika miatt, de annyira nem érdekelnek a telefonok, így az iPhone-nal sincs semmi különösebb problémám vagy gondom. Szeretsz még mindig? Igen, még mindig, azóta is. Jó idő van? Hát most van vagy 35 fok? Hány óra? Most épp 12 óra 58 perckor csinálom ezt a videót. És meleg van, baszottul. Meleg van, igen. Szeretsz, ugye? Ugye szeretsz? Igen. Na, hogy most ezen túl vagyunk, menjünk tovább. Volancs Botont kérdezte, ki a kedvenc csemped, rankod? Le tudnád nyomni 1v1-be kis Ádámot? Volt egy kérdésem még, hogy egyedül élek-e? Kedvenc csempem jelenleg, hát gondolom a League of Legends-re gondolsz, jelenleg Ari, a rókalány. Hogy előtte ki volt, az Kha'Zix, Ekko, stb.
de most Ari. Mid ezek? Assassin kodok. Assassin mágus, Ari. Legjobb, Ari. Le tudnád nyomni egy V-be kis Ádámot? Hát nyilván nem, tehát én Silver 2-es játékos vagyok, Flexbe Gold 5. Egy Diamond 1-es játékost, aki Masterbe is volt, sőt Challengerbe. Nyilván azért nem véletlenül a játék tudása kicsit jobb, mint az enyém. Lehet, hogy lenne olyan hős, amivel ő nem tud annyira játszani, vagy nagyon ritkán, én meg többet, akkor lenne esélyem, de hát nem tudom. Nem szoktam egyvéegyezni se, szóval azt mondanám, hogy nem. És nem is élek egyedül. Jé, Tibi, többet kérdezett, hogy találtál rá a lore-ra? A lore-ra, kérlek szépen, 2011-ben találtam rá, és úgy, hogy egy akkori osztálytársam, én akkor vovoztam még nagyban, egy akkori osztálytársam mondta, hogy van ez a League of Legends nevű játék, ingyenes, meg nemrég indult, hogy nézzem meg. Megnéztem, nem tetszett. Mondom, ez egy szar. Hát akkor elég kezdetleges volt még a League of Legends, és a WoW-hoz képest nekem nem volt jó. De erre majd kitérünk. Szóval így találtam rá egy osztálytársam által szűk 7 éve. Hol laksz? Bátaszéken lakom, Tolna megyében, Magyarország legdélibb részén gyakorlatilag. Szóval a békasegge alatt a pokolban nagyjából. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodba? Hát én még hál' Isten az a gyerek voltam, akinek a gyerekkora arról szólt, hogy gyerek vagyok. Játszottam, dagonyáztam a sárba, szomszédokkal játszottunk, stb. Rohangálás, focizás, bunkerépítés. Még megvolt a gyerekkor, nem pedig Facebookot nyomkodtam. Így nem is nagyon gondolkodtam azon, hogy mi szeretnék lenni gyerekkorom, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Engem ez nem érdekelt. Én mindig az ára lúztam. Ki a példaképed? Nincs. Kifejezetten nincs példaképem. Ha már így szóba jött AK, akkor olyan szinten lehetne AK példaképem, hogy szeretném elérni azt, amit ő is elért, de hát erre nincs lehetőség, úgyhogy szoptam. Van-e valami hobbid? Hát szerintem a videózás, zeneszerkesztés, zenecsinálás, szövegírás számíthat hobbinak. Filmnézés, sorozatnézés, ezek mind hobbinak számítanak, de amúgy, ha szabadidős tevékenységet mondanánk, akkor biciklizgetek, tehát napi szinten. Nagyon ritka az a nap, amikor nem ülök biciklire. Ennyi az összes kérdés, amit szeretnék kérdezni tőled, csak annyi még, hogy további sok sikert, hitetlenül a videózáshoz, ha ez megvan, előbb-utóbb munka meghozza a gyümölcsét. Hát, lehet, hogy az a gyümölcs rohadt, de meghozza. Köszönöm szépen a kérdéseket. Eddig mindenkinek. Hidi Patrik, tudnánk együtt játszani LoL-t? Nem hiszem. Nem hiszem. Nem szoktam egyedül, vagy nem szoktam senkivel se lejátszani. Nagyon, nagyon ritka. Benne szeretnék lenni a videóba. Melyikbe? Amelyik nincs. Nem nagyon csinálok LoL-os videót, és ha mégis, akkor ott nem szeretem, hogyha nagyon priméd van. Mert akkor teleírkáljátok a csetet, meg engem is felbasztok, meg egymást sértegetitek. Nem sült ki sokszor jó belőle. Mostanában miért nincs LoL-os videó? Hát ezért. Ezért is. Plusz, hát rohadt meleg van. Kurvára nincs kedvem itt kínlódni vele. Tegnap csináltam egy videót, de hát ilyen 120 FPS-re leugrott 20-ra. És azt se tudtam, hol vagyok. Na hát mindegy. A lényeg az, hogy időigényes, és nem nézik annyian, mint amennyi időt beleölök. Nagyjából ez az oka. Gubó Imre a következő, az egyik kedvenc kérdésemmel. Mióta vagy kopasz? Konkrétan meg tudom ezt válaszolni neked, tesó. 2016. január 1-e óta. Vagyok kopasz. Ugyanis akkor, hát 2015-ben volt ugye a nagy
életem törése, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor az új évet új hajjal kezdjük. Azóta pedig már nem csak, hogy kopasz vagyok, hanem a hajam is ritkult, meg kihullott, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kopasznak lenni nem is olyan rossz dolog, főleg, hogyha nem tudom növeszteni a hajam. Ki a kedvenc hősöd a LOL-ba? Ez már volt. Ari, mi a kedvenc kajád? Hát azt mondanám, hogy a pizza, mert 10-9-szer pizzát eszek, főleg munkahelyen, de legtöbbször ott itthon is. De emellett még a csilisbab, a spagetti, és ennyi. Szereted azt, amit csinálsz? Streamelés, videózás, erre gondolsz konkrétan, úgy látom. Itt zárójelbe írva. Néha igen, néha nem. Azok az időszakok, amikor nagyon inaktív a visszajelzés, ugye, hogy csinálok egy videót, 20-30 megtekintés, 0 komment, 6 dislike, akkor nem olyan kellemes, mert akkor szar, amit csinálok, és akkor nem szeretek szart csinálni, de hát mivel alapból szart csinálok, így frusztrál, hogy nem tudok jobbat. És akkor van olyan időszak, amikor kedvem is van videózni, meg nagyon unatkozok, akkor jó. Tehát ez ilyen hullámzó. Illetve szeretnél a jövőben több játékkal is foglalkozni, a LoL-on és a WoW-on kívül, CS:GO, Fortnite, stb. Hát ezekkel pont nem, de minden mással, főleg single player játékokat nagyon szívesen végigjátszottam volna, de hát sajnos rohadt nagy időigényes dolog ez. Videókat vágni, renderelni, felvenni is rohadt sok idő. Plusz hát, igen. A gépem se a legtökéletesebb állapotban van már, hogy ez működjön jó időben, pörgősen, stb. Szóval jó lenne, csak sajnos kellene egy asztali gépet vennem ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Az meg egy durva 500.000 forint, ami kurvára nincs. Hát mínusz 500.000-ben van, de plusz nem nagyon. Itt van Noja kérdése. Kérdése. Miért nézel engem? Hát erre innom kell. Na, kiszáradt a számom. Miért nézlek? Mert vörös a hajad. Úgyhogy ha befestöd, akkor lehet nem nézlek. Na jó, azért nézlek. Alapvetően tényleg hülyeség, de vörös hajú csajokat jobban kedvelem, mint a többit. Régi beidegződés. De ez csak vicc amúgy. Igazából olyan lökött vagy, mint én, jó értelemben. És magamat látom benned nőként, vagy furcsán hangzik ez, de szimpatizálok a gondolataiddal, meg hasonlókat gondolok én is így a világról, meg ugyanúgy szeretem az embereket, mint te. Jó, egy kicsit jobban. Én gyűlölöm az embereket, de a lényeg az, hogy nagyon sok közös tulajdonságunk van szerintem, és ezért amit nézek, az olyan, mintha magamat nézném, csak kicsit más előadásmóddal, úgymond. Mi fogott meg bennünk? Hát, sokszor elmondják sokan, hogy őszinték vagytok, meg spontán. De főleg ez, amit elmondtam, hogy olyanok vagytok, mint én. Tehát szerintem, ha mi találkoztunk volna valamikor az életben, személyesen, akkor kurva jól kijönnénk egymással, mert nagyon hasonló emberek vagyunk, szerintem. De hát fasz tudja. Nem találkoztunk, és szerintem nem is nagyon fogunk, mert rohadt messze vagyunk egymástól, meg rohadt kicsi az esély, hogy összefussunk bárhol. Szőrös a talpad? Ez még mindig nagy a kérdése. Nem szőrös. Ez tök csupasz. Na, menjünk tovább. Ez nem egy kérdés, ez se. Na, aztán Szilveszter is feltett egy kérdést, igaz, másik videóhoz. Mióta vovozol? 2008 április-májusban ismertem meg nagyjából a játékot.
haveroméknál voltam fent a koleszba, és ott láttam, hogy az egyik haverom egyik haverja, aki azt hiszem nekem akkor még osztálytársam is volt, már ez homályos emlék, mert 10 éve volt, baszki. Ott láttam, hogy vovoznak, aztán hétvégén leültünk, vagy hát leültem a vov elé, haver otthon, és elkezdtünk vovozni, illetve nyáron kezdtük el nagyobb iramba, pont ugye azért emlékszem ennyire, hogy 2018, mert pont akkor ment a pekingi olimpia, és gyakorlatilag amíg vovoztam, ilyen reggel 8-tól este 10-ig ott nyomtuk, közben ment a tévébe az olimpia, és félszemmel azt is úgy néztem, mert hát az olimpia az úgy mindig is érdekelt azért. Mióta videózol, hát az már nagyjából elhangzott, hogy 2012-13-ba kezdtem el videókat feltölteni. Talán 13-ba, de lehet, hogy már előtte is volt fenn valami szar. Lesz sok vovos videó? Hát sok nem, mert az előbbi dolgok miatt géptúlmelegedés, laggolás miatt elég élvezhetetlen nekem is, és hát annak is, aki nézi. Milan Matoric, mit dolgozol? Hát jelenleg egy raktárban dolgozom, mint targoncás. Szóval targoncázok. Már amikor nem vagyok szabadságon, mert azt szeretek szabadságon lenni. League of Legends gameplay lesz. Valamikor lesz, de hogyha ilyen szarlagos videókat tudok csinálni, mint amit tegnap, akkor nem lesz. Haristum. Életemben nem láttam még ezt a nevet, mondjuk Milan Matoricot se sűrűn. Kérdezett egy vicceset, hogy milyen hajzselét használok. Nos, hát ez ilyen organikus, naturális dolog. Ez termeli a fejbőröm. És bezselésedik tőle a hajam, ami nincs. Farkas Adorján, és lassan a kérdések végére érünk, de hát merül is a kamera. Fogsz jönni Erdélybe? Nem. A legnagyobb távolság, amit meg szoktam tenni, az 20 km a lakóhelyem és a munkahelyem között. Erdély meg egy kicsit messze van. Nincs ott senkim, se ismerősöm, se rokonom, meg okom sincs menni kifejezetten. Meg hát pénzem se. Azért azt tegyük hozzá, a pénz az elég nagy úr. Meddig akarsz még videózni? Hát amíg van rá igény, ami egyre kevesebb, de igazából ez nem is attól függ, hanem attól, hogy nekem lesz-e kedvem. És ez megint az a hullámzó dolog, hogy egyszer van, egyszer nincs, szóval amíg a technika megengedi, amíg van kamerám, addig én videózok. Mert az unalom az mindig nyer. Volt barátnőd már? Ez az utolsó kérdése. Hát, mondanám, hogy sajnos volt, mert így az visszatekintve a dolgokra jó is volt, meg nem is, de bánom is, meg nem is, hogy már nincs. De hát volt, igen. Nyilván. Alex the fucking best! Kérdése, hogy lesz-e videó nézőkkel? Hát, Twitch-en előfordulhat, hogy gameplay videó, mármint a klasszikus, hogy felveszek egy meccset, és akkor ott nézőket invelek be, arra nagyon kevés az esély. Tehát ez is már volt. Csak Prendex a Twitch nézőm, aki nagyon sokszor ott van Twitchen, és tartja bennem a lelket, mikor csak ketten vagyunk ott. Szia, jó! Lenne pár elgondolkodtatóbb, legalábbis szerintem kérdésem, mennyi idős szeretnél lenni, ha lehetőséged lenne változtatni a korodon? Hát! Nekem nincsen bajom a mostani korommal, tehát nem is a koromon szeretnék változtatni, hanem szeretnék visszamenni egy másik időszakba, ahol jobban éreztem magam. Anélkül, hogy olyan szarváltozások történnének, mint amilyenek történtek.
De hát, én tudom én, egy 4 évet szeretnék visszamenni körülbelül. Ott nagyjából jobb volt. Nem sokkal, de sokkal jobb volt, csak aztán minden elszoródott, és most már semmi se jó. Melyik rosszabb szerinted? Elbukni, vagy soha nem próbálkozni? Hát a soha nem próbálkoznit én nem nagyon tapasztaltam meg, mert bármennyire is úgy tűnik néha meg, amit mondok, hogy ilyen nagyon lemondok a dolgokról, meg már nem érdekel az élet. Azért mindig próbálkoztam dolgokon. Elbukni az szerintem mindennél rosszabb. Főleg, ha már így a próbálkozáson van a hangsúly. Főleg, ha valami nagyon próbálkozol, és elbuksz. Tehát nekem is legutóbb egy ilyen dolog, ami kicsit megrecsentett, hogy nagyon próbáltam valamit. Nagyon próbáltam egy leányzót úgymond magamhoz húzni, vagy a faszom tudja, hogy kell ezt, és elbuktam. Nem jött be. Vagy én csináltam valamit rosszul, bár nem szoktam. De a lényeg, hogy elbuktam, és annál nincs rosszabb, amikor te megpróbáltad. Én teli torokból övöltesz magaddal belül ilyenkor, hogy mi a fasz ronthattál el, de elbukni az szar. Tehát annál nincs rosszabb szerintem. És hogy utána felállni onnan, a földről, az se egy rossz, az se egy jó dolog, de nem is rossz, mert utána megerősödik az ember. És egy lazább kérdéssel végez a Quendex, mióta lolozol és mi fogott meg benne? Hát a mióta lolozol, hát a gyakorlati dolog az a 2011, mondjuk, nagyjából. Akkor ismertem meg, tehát akkor még csak annyi, hogy felraktam a játékot, játszottam vele 5 percet, az törlés. És hát konkrétabban ugye 2014-ben ültem neki elő jobban. Hosszabb időre. Közben hallgatom a kamerát, hogy nem elkattam meg. Mi fogott meg benne? Az fogott meg benne, úgy később, hogy nagyon sokszínű, tehát a karakterek. Hogy rengeteg karakter van, mindegyik karakter külön játékstílust igényel. És ez a versenyszerűsége, tehát hogy kompetitív. Tehát nem az, hogy leülsz, játszol és akkor halad a sztori, hanem emberek ellen játszol és azon múlik minden, hogy jobb vagy-e a másik embernél, aki szembe áll veled. Tehát az már más kérdés, hogy a csapattársaid néha elbasszák az egész meccset, és nem választhatod meg sokszor, hát megválaszthatod, hogy kivel játszol, de ha olyan vagy, mint én, akkor ugye random fogsz emberekkel játszani, és akkor beüt a krak. Szóval, ja. Köszi a válaszokat előre is, hát szívesen Quendex, illetve a többiek. Hajrá a továbbiakban, és sok sikert. Köszönöm szépen, Quendex, tényleg. Mindenkinek köszönöm szépen a jó kívánságokat, mert valamit nem olvastam fel, csak a kérdéseket. Jó kérdések voltak. Tényleg köszi, mert köszi. Ugye a Haristum kérdése, a hajzselés az odabaszott, meg hogy mióta vagyok kopasz, az Imre Gubó. Illetve a nagyképű íreknek is köszönöm szépen, hogy ilyen celebritások Írországból kérdéseket tettek fel irányomba. Köszönöm szépen mindenkinek, tényleg külön egyesével nem fogom most megköszönni, de azért megköszönöm. És akkor biztos, hogy most a videó alá is jön majd kérdés, mert ez ilyen. De nem fogok több ilyen kérdezfelelek videót csinálni, ha kérdés jönne ezután.
max megválaszolom kommentbe. Úgyhogy kérek is mindenkit, hogy ne kérdezzen most már, mert válaszoltam. Kis idő volt rá, hogy kérdezzetek, de aki akart, az kérdezett. Úgyhogy köszi, és egészségetekre! További szép napot. Lehet, hogy lesz stream Twitch-en, úgyhogy nézzetek fel. Csá!